Szeretem Győrt, hirdetik a fára kötött szalagok, melyek azt jelképezik, hogy hazánk egyik meghatározó városában valóban jó élni. Ezt erősítették meg a szalagokra írt mondataikkal a város vezetői és idegenforgalmi szakemberei, akik a Baross úti látogatóközpont előtt találkoztak. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet Győr történelmi és kulturális értékeire. Elsőként dr. Sobogyi Tivadar alpolgármester kötötte fel a szalagot, merre az került. Szeretem Győrt, mert élhető város, szeretem a győri embereket, mert barátságosak. Ez az elmúlt 8-10 év a legszebb időszak, ugyanis nagyon sok fejlesztés van, ez most elsősorban fizikális dolgokra gondolok, hiszen város megszépült, utak épültek, Széchenyi tér megszépült, nagyon sok beruházás lett. De én úgy gondolom, hogy ennél pluszabb az, ami az embereknek és az én lelkembe is, az embereknek a lelkébe történt. Tehát az, hogy egy kicsikét a régi időszak szürkesége után megtanultunk élni. A kezdeményezés tavaly indult útjára hagyományteremtő szándékkal, a szervezők pedig bíznak abban, hogy idén is számos idézetekkel és gondolatokkal teli szalag kerül fel az ágakra. Nagyon sokan családi kötődéseket írtak, természetesen a diákok, mivel egyetemi város vagyunk, szép diák évekről mesélnek, az idősebb korosztály pedig gyermekkori emlékekről. De ugyanakkor szerepelnek a szalagon, hogy egy nagyon jó, dinamikusan fejlődő, élhető város Győr. A Szeretem Győr fát az elsők között díszítette fel Tóth Tamás szálloda igazgató, aki elmondta, hogy az Ibis Hotel számára Győr jelent mindent, hiszen itt élnek, itt dolgoznak, és a várossal is nagyon jó kapcsolatot ápolnak. A 2017-es ifjúsági olimpiai esemény pedig külön kiemelte, amit szalagra is vetett. A szalagra szerintem talán nem egyedül ilyen az olimpiával kapcsolatos mondatomat írtam, és azt írtam, hogy azért szeretem Győrt, mert itt még olimpiát is szerveznek, azért ez kevés város mondhatja el magáról, mind Európában, mind a világon. A Győrmoson Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara kereskedelmi tagozatának elnöke is képviselte a szervezetet, és kiemelte azt a szakmai munkát, amit az idegenforgalom területén végez a város. A szabadidő turizmus ugye most január-március hónapban egy kicsit visszaesett, de tavasszal és a nyári időszakkal ez mindenképpen növekedni fog, legalábbis mi vállalkozók erre számítunk, és úgy gondolom, hogy a város is megtesz mindent ebben marketing témában és egyéb hirdetések szempontjából, hogy ide csalogassa a turistákat is a városban. Rengeteg kulturális esemény van, úgy gondolom, rengeteg olyan felújított emlékmű, olyan kulturális kínálat van, ami a magyar turistákat és a külföldi turistákat is vonza ide városunkba. Aki a Győr iránti szeretetét írásos formában is szeretné kifejezni, az bátran írja szalagra gondolatait. Szalagot augusztus végéig bárki kérhet a látogató központ munkatársaitól.